Ez a híradó 8 órakor az m 1 kontra György vagyok. Jó reggelt kívánok! Döntött a kormány a koronavírus elleni védettségi igazolvány bevezetéséről. A jövőben háromféle módon lehet igazolni a koronavírus elleni védettséget. Ha valaki megkapta a védőoltást, vagy igazoltan átesett a koronavírus fertőzésen, vagy utólag ellenanyagvizsgálattal igazolni tudja, hogy korábban elkapta a betegséget. Fontos, hogy ha valakit beoltottak, nem kell igényelni az igazolványt, azt ingyenesen megkapja postán. A védőoltást igazoló kártyának nincs érvényesség. Ideje. Az igazolvány a személyi adatok mellett tartalmazza majd a védőoltás idejét, valamint a típusát. A fertőzést igazoló pozitív teszt esetén is hivatalból és ingyenesen jár az igazolás, ami ebben az esetben hat hónapra érvényes. Ha valaki átesett a fertőzésen, de ezt nem tudja igazolni, akkor önköltséges 11 ezer forintos hatósági áras ellenanyagvizsgálatot végeztethet. Ez utóbbi esetben négy hónapra érvényes igazolványt kaphat, amelynek 3 ezer forint az ára. Fontos, hogy a védettséget az igazolványon túl applikációval is lehet majd igazolni. A kártya személyigazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes. Már az orosz Sputnik vakcinával is oltanak itthon. A Sputnikot már több országban használják eredményesen. Magyarország két millió adagot kötött le belőle. Ez már a negyedik Magyarországon alkalmazott koronavírus elleni vakcina, a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca mellett. Elsőként Budapesten négy kórházban kezdik el az oltást, mint egy 2800 adag orosz vakcinával. Erről az országos tiszti főorvos beszélt. Müller Cecília hangsúlyozta, a Sputnik vakcinát már több országban sikerrel alkalmazzák. Ha a kínai vakcinával is elkezdődhet az oltás, húsvétig minden eddig regisztráltat be lehet oltani a koronavírus ellen. Ezt mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban tegnap reggel. Orbán Viktor úgy fogalmazott, már mintegy 700 ezeren védettek Magyarországon. A fertőzöttek száma azonban újra emelkedik, így a szabályokat továbbra is tartani kell. A kormányfő arról is beszélt, hogy a legfontosabb, hogy minél előbb vissza tudjon térni az élet a normális keretek közé. Hogyha a kínai vakcinával is elkezdünk oltani, ami nincs messze már, akkor minden olyan embert, aki eddig regisztrált oltásra, azt húsvétig be is tudunk oltani. Ha a kínai vakcinával is elindul az oltás, április elejéig mintegy két és fél millió ember kaphatja meg a koronavírus elleni vakcinát. Ezt mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jórekelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor hozzátette, ez a szám június elejére 6 millió 800 ezer lesz, ami óriási eredmény. Ez azt jelenti, Hogyha összevetem a magyar oltási terveket a, az európai helyzettel, akkor egy Magyarországgal azonos méretű és lélekszámú európai országhoz képest Magyarország május végére 3,5 millióval több embert tud beoltani. A kormány fő jó hírnek nevezte, hogy már mintegy 700 ezeren védettek Magyarországon, 310 ezeren már legalább egy oltást megkaptak, 383 ezeren pedig már igazoltan átestek a betegségen. A rossz hír az, az, hogy a fertőzések, amelyek biztatóan lefelé görbültek az elmúlt időkben, ez, ez, ez megszűnt, megállt. Orbán Viktor ugyanakkor rossz hírnek nevezte, hogy a fertőzések számának csökkenése megállt és újra emelkedik. Úgy fogalmazott, feltételezések szerint ez a brit vírus mutáns miatt van. A miniszterelnök hozzátette, az oltás jól halad, de a járványügyi szabályokat továbbra is mindenkinek be kell tartani. A kormányfő közölte, nem szükségesek további szigorítások. Én úgy látom, hogy nem szükséges további szigorításokat tennünk, sőt, ezt kifejten ellenezném. Szerintem most már van annyi vakcinánk, hogy a jól megszervezett oltással legalább annyit tudunk javítani a helyzeten, mint amennyi a helyzet természetes romlása. Aki időt nyer, életet nyer, fogalmazott a miniszterelnök, utalva arra, hogy miért kellett Magyarországnak kínai és orosz vakcina is. Arra a felvetésre, hogy sokak szerint meg kellene várni az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyását is úgy reagált, a magyar szakemberek legalább olyan jók, mint bármely európai. Saját magunkban kell bízni, Müller Ceciliában kell bízni, a munkatársaiban kell bízni, a magyar professzorokban kell bízni, és ez eddig bevált szerintem, ez az első. A második, hogy persze lehet arról beszélni, hogy várjunk még erre meg arra, de minden egyes várakozással eltöltött napon elveszítünk száz magyar embert úgyhogy én nem várok. A kormány főemlékeztetett, jövő héten indul az online nemzeti konzultáció, ahol az emberek véleményét is kikérik majd a nyitásról. A kérdéseket most véglegesítik, de az már biztos, hogy lesz közöttük a védettséget igazoló okmány bevezetéséről szóló is. A hazánkban alkalmazott vakcinák a koronavírus mutációi, mutációival szemben is hatékonyak, ezért is fontos, hogy minél több ember megkapja a védőoltást. Erről Rusvai Miklós beszélt a ma reggelben. A víruskutató hangsúlyozta, a vakcináknak köszönhetően a fertőzötteknél nem alakulnak ki súlyos szövődmények. A tünetek, ha egyáltalán jelentkeznek, jóval enyhébbek. Hozzátette, a koronavírus hazánkban is megjelent brit mutációja miatt emelkedett az utóbbi időben a fertőzöttek száma itthon. Ez a variáns ugyanis jóval gyorsabban terjed, mint az eredeti vírus. Gyorsabban terjed, tehát szerencsére súlyosabb tüneteket vagy ö, ö, nagyobb halálozást nem okoz, tehát a ö, patogenitása, a kórokozó képessége nem változott lényegesen, nagyobb mennyiségben termelődik a megfertőzött emberek szervezetében, tehát több ürül a külvilágba, és jobban tud kapcsolódni a sejtjeinkhez, tehát a fogékony emberek pedig könnyebben megfertőződnek. Már több mint 108 millió ember kapta el a koronavírust világszerte, és több mint 2 millió 300 ezeren haltak meg a betegségben. Továbbra is az Egyesült Államokat sújtja a leginkább a járvány. Ott már több mint 27 millió embernél mutatták ki a fertőzést, és több mint 480 ezeren vesztették életüket. A nyugat-európai országok közül az Egyesült Királyságban regisztrálták eddig a legtöbb koronavírusos beteget. Már több mint 4 millióan kapták el a fertőzést, és több mint 116 ezeren belehaltak a betegség szövődményeibe. Megkapták a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők a 13. havi nyugdíj első egyheti összegét. Most azok jutottak az átlag nyugdíj szerint 37.650 forinthoz, akik banki átutalással kapják meg a nyugdíjukat. A 13. havi nyugdíjat fokozatosan építi vissza a kormány 2021 és 2024 között. Ez azt jelenti, hogy minden évben a mindenkori januári nyugdíj 25, aztán 50, majd 75 és Végül 2024-ben a 100%-át kapják meg a pluszban az érintettek. Orbán Viktor a Kossuth rádióban kijelentette, ezzel az előző baloldali kormány utolsó bűntényét is sikerült zárójába tenni. Az összes bűnük nyomait tüntetjük el. Elvették a nyugdíjakat. Elvettek 13. hogy fizetést a közalkalmazottaktól, az orvosoktól is, meg az ápolónőktől is. Az ápolónőknél 70 környéki béremelést csináltunk három év alatt, az orvosoknál pedig egy soha nem látott orvosi bérfejlesztést. Akár több 10 millió forintot is megspórolhatnak a családok az otthon teremtési programnak köszönhetően. Erről beszélt a családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Novák Katalin emlékeztetett, Idén hét új programmal bővült az otthonteremtési támogatások köre. A miniszter hangsúlyozta, akár az 5%-os lakásáfáról, akár az áfamentességről vagy az áfa visszaigénylésről van szó, óriási az érdeklődés. Hozzátette, egyre többen élnek az illetékmentességgel, a tetőtérbeépítési és otthonfelújítási támogatással, illetve a hozzá kapcsolódó kedvezményes kölcsönnel is. Most már nem védekezünk a válság ellen, hanem támadunk. Erről is beszélt Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A miniszterelnök azt mondta, a gazdaság újraindítási akcióterv keretében a kis cégek gyorsan és könnyen juthatnak 10 millió forint kölcsönhöz. Az otthon teremtési támogatásoknak köszönhetően pedig arra számít, hogy lakásépítési búm jön, ami komoly megtakarítást jelenthet a családoknak, az ágazatnak pedig bővülést. Van egy újraindítási akciótervünk. Abban fontos az a 10 millió forintos kamatmentes hitel, amit három év törlesztési türelemmel fogunk majd odaadni minden kisvállalkozónak. Ezt nem akarjuk odaadni a nagyoknak. Tehát legyünk beszéljünk egyenesen, ezt nem nekik szánjuk. Még csak nem is a közepeseknek, hanem azoknak, akik kicsik és igazán bajban vannak, és gyors pénzösszegre van szükségük. A két legnagyobb hitelminősítő is 4,5% feletti gazdasági növekedést jósol Magyarországon. Ezért a Fitch Ratings és a Standard Poor's is stabil kilátással megerősítette Magyarország befektetési ajánlású államadós osztályzatát. A Standard Poor's várakozása szerint a magyar gazdaság idén 4,6%-kal növekszik, míg a Fitch Ratings előrejelzése szerint a magyar hazai ösztermék, vagyis a GDP 4,9%-kal bővül. Az extrém hideg miatt ismét életbe lépett a vörös kódjelzés a hajléktalan ellátásban. Ez azt jelenti, hogy valamennyi bentlakásos szociális intézménynek be kell fogadnia a fedél nélkülieket. Már csütörtök délután megdőlt az ország mindenkori áramfogyasztási rekordja. Most éjszaka pedig elérte, sőt meg is haladta a mínusz 20 fokot a hőmérséklet. A leghidegebb a Nógrád megyei Zabarban volt, ott mínusz 25 fokot mutattak a hőmérők. A vörös kódjelzés várhatóan jövő hét szerdáig lesz érvényben. Mário Drági közgazdász, az új olasz miniszterelnök. Az Európai Központi Bank egykori elnöke megerősítette, hogy elfogadja a kormányfői megbízatást Sergio Mattarella államfőtől. A belügyminiszter a korábbi szakértő tárcavezető Luciana Lamorgéze. A külügyminiszter Luigi Di Maio az öt mozgalom vezetője maradt. Az igazságügyminiszter az alkotmánybíróság Szeret. volt elnöke lett. A pénzügyminiszteri tárcát a jegybank eddigi vezérigazgatója kapta meg. Újdonságnak számít az idegenforgalmi, valamint a környezetvédelmi fejlesztésért felelős tárca felállítása. A 67. olasz kormány ma délben teszi le az esküjét.